Hulladéknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek az ember mindennapi élete során keletkeznek és haszontalanná válnak, de anyagfajtánként külön kezelve még másodlagos nyersanyagként hasznosíthatóak. A legfontosabb különbség tehát a szemét és a hulladék között, hogy utóbbi megfelelően szelektálva újra felhasználható. Az elmúlt időszakban az élelmiszerek házhoz szállításával megnövekedett az otthoni háztartásokban keletkező ételtároló műanyagok, csomagoló anyagok mennyisége. Ezek azonban nem mind minden esetben kerülhetnek a szelektív gyűjtőedényekbe. Biztosan nőtt a hulladékban a étel kiszállító dobozok mennyisége, amiről azt tudni kell, hogy ugye műanyagból készült a legtöbb esetben, és ezt sokan úgy gondolják, hogy ez szelektív hulladék. Azt kell mondjam, hogy jobban teszik, hogyha a vegyes hulladékba teszik ezeket az étellel szennyezett edényeket, mivel a szelektív hulladékba csak kárt okoz el, piszkítja, elkoszolja az egyébként még újrahasznosítható anyagokat. Abban az esetben bele lehet rakni, ha az kellően tisztára kivan mosva, de félig ételmaradékkal több kárt okoz, mint hasznot. Az ügyvezető elmondta, a szelektív gyűjtőedényekbe a csomagolási hulladékoknak kellene kerülnie, főképpen a fém, műanyag és papír hulladéknak. Egyértelmű, hogy az ételes dobozok nagy része is műanyég, műanyag, de az a szennyezőanyag, ami rajta van, a zsír, az ételmaradék, sajnos a továbbfeldolgozás során káros. Éppen ezért akkor jár el helyesen az adott illető, hogyha azt a vegyes hulladékba helyezi. A vegyes hulladékkal ugye azzal már sok minden nem fog történni, átesik egy ilyen mechanikai biológiai stabilizáláson, majd egy hulladék lerakó depóniába kerül ártalmatlanításra. A zsíros esetleg az ételmaradékot és tartalmazó műanyagok tehát csak alapos tisztítás után kerülhetnek a szelektív gyűjtőedényekbe. Ha azonban alkalmasak az újrahasznosításra, ezekből a szelektíven gyűjtött palackokból, szatyrokból, tárolóedényekből készülhetnek kertipadok, virágcserepek, gyeprácsok, de akár alkatrészek is.